Üdvözlöm a Földvár TV nézőit! Most vasárnap elkezdődött az őszi labdarúgó szezon. Andorka Péter elnöktől kértük, hogy informálja a nézőket, hogy mi történt a csapattal, milyen változások, és milyen hol tartanak a felkészülésbe. Vasárnap, augusztus 7-én kezdődik a foci szezon kupamérkőzéssel. Látom itt len a Karika-völgyi pályán nagy az élet. Készültök valamire. Hogy készül a csapat? Mire készül a Balatonfüredi Futball Club? Hát mi minden esetre a bajnokságra készülünk elsősorban. Bennmaradtunk ugye meg kettőbe. Sajnos pontok alapján kiestünk, de volt rá lehetőség, hogy ismét meg kettőbe induljunk. Az anyagi lehetőségek is úgy néz ki, hogy adottak most ebbe az évbe erre az osztályra. Jelentősen átalakult az egész csapat összetétele is, új edzőnk is van, úgyhogy nagy reményekkel válunk neki ennek a tavaszi szezonnak, illetve bocsánat, őszi szezonnak. A kupameccset azt abszolút alárendeljük a bajnokságnak, tehát itt most nekünk valószínűleg be kell áldoznunk az eredményt arra, hogy a bajnokságra felkészüljünk. Itt ez alatt azt értem, hogy egy-két embernek sajnos a szövetség nem adta még meg a játékengedélyét fénykép és egyéb problémák miatt, de úgy döntöttünk közösen az edző kollégával, hogy ők is játszani fognak, mert nekünk az a lényeg, hogy összeálljon a csapat. Tehát papíron ezt a meccset mi feláldozzuk 3-0. Az edző, halljuk, hogy új edző jött, ő honnan jött, és ő kicsoda? Tillinger Józsi bácsinak hívják, aki itt a megyei futballt figyeli. Ő biztos, hogy ismeri a nevét. Balaton Kilitin lakik a Józsi bácsi, de itt már a környéken rengeteg csapatnak volt az edzője, többek között Zamárdinak, Balaton Szemesnek, ugye a Kilit Balatoni Vasasnak, egyébként a Zamáriban a NB3-ban is edzősködött. Tehát akkor ezt a vasárnapi mérkőzéset egy felkészülési mérkőzésnek tartjátok. Pontosan. És egyébként hogy álltok most a felkészülése? Voltak előkészült mérkőzések? Vagy mióta kezdtetek el magát az edzést? Nagyjából 2,5-3 hete edzünk. Folyamatosan érkeztek játékosok, akiket meg kellett, hogy nézzünk. És hát döntöttünk arról, hogy leigazoljuk, vagy nem. Úgyhogy egy olyan nagy, tényleg 3 hete készülünk, volt 2 edzőmeccsünk. Milyen eleménye? És kivel? A kis Barapátival játszottunk 2 hete, őket megvertük 3-1-re, illetve múlt héten játszottunk egy ilyen 3-as tornaszerűséget, ahol is a Balaton Endréddel játszottunk egy fél időt, ott 1-1-re végeztünk, ha jól emlékszem, illetve a Balatonfüredi öregfiúkat vertük meg egy fél idő alatt, azt hiszem, hogy 3-1-re. Hány tagú a keret most? 21 felnőtt játékosunk van, és nagy örömömre szolgál az is, hogy az IFI-be is elég sokan érkeztek, tehát ők is egy 17-es, 18-as kerettel fognak tudni. Tehát az IFI-k is beneveztek a bajnokságba? Természetesen. Nem is lehet máshogy. Nem is lehet másképp. Tehát kötelező ebbe az osztályba? Igen, IFI-vel kötelező indulunk. Kik jöttek a csapathoz, új játékosok, és honnan? Sokan jöttek, tehát az edzőnek az ismeretségi köréből, akiket ő érdemesnek tartott. Balaton Kilitről jöttek a legtöbben, illetve Zamáriból is érkezett hozzánk játékos. Ha lehet, neveket még nem mondanék, mert sajnos nekem sincsenek még megfejtve. A tavaly évben elment játékosok közül valaki visszatér a csapathoz? Igen, Fügi Attila, illetve a Szabó Peti, ugye a kapus fiú, illetve a Attila, ő egy szűrő középpályás nálunk, aminek tényleg nem örülünk, mert hát nekik itt a helyük, meg ők ezt így is érezték. A serdülő korosztályban indít Földvár csapatot? De sajnos most még azon dolgozni kell, hogy ennek a feltételei adottak legyenek, de mindenképpen terve van véve, hogy serdülő csapatunk is legyen, tehát ez az U13, illetve U7, U9-es csapatot is szeretnénk indítani. Valamint még elindítottunk múlt fél évben egy óvodás csoportot, ahol 12-13 gyerek heti rendszerességgel sportol. Milyen anyagi körülmények között tudtok most létezni? Ugye hát tavaly tudjuk, hogy elég kihegyezett volt a költségvetésetek. Idén ez hogy alakul? A költségvetésünk az továbbra is kihegyezett, viszont most tényleg beszámoltok arról, hogy az önkormányzat ad egy olyan biztos anyagi bázist, egy olyan dolgot, amit mi tényleg bázisként kezelünk, és hogyha ehhez mi hozzá tudjuk rakni a saját
magunk által hozott szponzorokat, beszedjük ugye a tagdíjakat, illetve minden egyéb dolgot még összerakunk, akkor azért megyek kettőbe. Ez már elegendő, de ahhoz, hogy nekünk még 3-4 korosztályos csapatunk induljon különböző bajnokság, illetve hát a megyei bajnokságokba, ehhez ez még kevés, ezt még jól meg kell emeljük. A városon kívül szponzorok, tudsz beszámolni olyanokról, akik tényleg támogatják a csapatot itt a városban? A Balatonfölvári Takarékszövetkezet, ő abszolút mehetünk, már ő évek óta támogat minket. Vannak civil szervezetek, illetve civilek, akik támogatnak minket ilyen fél évente 5000 forintos tag klubkártyával, illetve hát a Podmanicki pincészet is erősen támogat minket. Sajnos ez még karcsú, és azt is tudom, hogy ez legfőképpen rajtunk múlik, mert ezután menni kell, nem ön senki, csak úgy, hogy szeretnénk. Hát sok sikert kívánunk, indul a szezon. Egy-két meccsen mi is ott leszünk, talán be fogunk tudni számolni a csapat további szerepléséről. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Balatonfölvár csapata vasárnap a Balaton Endridre ment kupamérkőzést játszottak. Földvár narancsága fekete mezbe játszott. Első felében Balatonföldvár kimondott a mezőfölénybe játszott. Egy-két egész szép támadást vezettek a játékosok. A gólunk a 20. perc környékén született, a gólt Rékai lőtte. Egy baloldalról fölfutó támadásból beadás és a középen érkező játékos lőtte a gólt. Ezt a variációt elég gyakran gyakorolták az edzéseken a fiúk. Az első fél idő második részében viszont kaptunk két olyan gólt, amit fogjuk itt látni a felvételeken, amit a védőink kalba tett kézzel néztek. Az első fél időhöz tartozott még, hogy a kapunkba Kovács állt, aki egyébként mezőnyjátékos, de most ő védett, hiszen mind a két kapusunk ezen a játékoson nem tudott részt venni, és Kovács egész parális védéseket mutatott be. Második fél időben megváltozott a játékképe, Endréd került mezőny fölénybe. Mi ebben a fél időben rúgtunk egy gólt, ezt 11-esből rúgtuk, és Endrédiek is lőttek egy gólt, de azt a bíró les miatt nem agatta meg, és így lett a mérkőzés végeredménye 2-2 döntetlen. Ezt Andorka lőtte.
A mérkőzés végén a kamerán előtt bemutatkozott Balatonfölddel foci csapatának új edzője. Véget ért a szezon első hivatalos mérkőzése itt Balaton-Endéden, ahol Földvár kupamérkőzést játszott. Balaton-Endéd került tovább, de ez a mérkőzés már a öltözőbe eldőlt. Nagyon későn tudott összeállni a keretünk, ebből kifolyólag a papírmunka későn indult meg, és hát nem voltak orvosi, meg a papírok, tehát az új igazolások fele-fele nem volt meg, és nem tudtunk kiállni. Fele játékosunk, meg sajnos dolgozik, úgyhogy meg kellett alkudnunk ilyennel. Tehát így vált ez a mérkőzés számunkra a felkészülési mérkőzésé. Az ön személyében új edzőt köszönhetünk Balatonföldváron. Honnan jött hozzánk? Tilinger József vagyok. 57 éves, és hát legutóbb balatoni vasasnál edzősködtem. És milyen eredmények voltak? Mi volt a legjobb eredmény eddig, mint edző a akármelyik bajnokságban? Megyei bajnokságot nyertem Zamárdival. Hát ez egy nagyon szép eredmény. És hogy látja a Balatonfőzvár csapatát most, például ezután a meccs után? Hát ezt a meccset kéne nézni, azért akkor elkeserednék egy kicsit, de bizakodó vagyok benne, látom az állomány elfogadható, és idő kell, akkor alakulunk ki sok türelem, nézők részéről is. Láttam az edzést, láttam, hogy gyakorlatoztak sok minden variációt. Ezek közül mi az, amit úgy lát, hogy sikerül megvalósulni? Hát az első gólunk az teljesen abból kifolyólag úgy született az szerint, hogy gyakoroltuk edzésen is, elmentünk és érkeztünk, középpályán szereztük a labdát, az volt a kulcs a dolognak. És az egész mérkőzésről egy rövid értékelést, ha kaphatnánk? Teljesen váltakozó volt, csináltunk nagyon szép dolgokat, de nagyon-nagyon gyermetek kezdő hibákat is. És a legproblémásabb, hogy erőnléti gondunk van, hogy mindjárt kezdődik a bajnokság és nincs erő. Itt ma két harmadosztályú csapat játszott egymással, hiszen a tavalyi eredményünk alapján a megye 3-ba kerültünk. A DIT látottak milyen reményekre jogosítanak a megye 2-be? Milyen célt tud kitűzni a csapat elé? A célom a 10. hely mindenképpen, és mindenki jól érezze magát mi nálunk, és szép lassan, fokozatosan építeni fölfele a játékot, a védekezést, az erőnlétet, tehát most még azért nullán vagyunk, ki kell mondani. De olyan játékosaink vannak, emberileg is, tudásban is, ami nagy biztonságot ad abba az irányba, hogy lehet belőlünk valami. Drukkolunk a csapatnak, önnek sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy a célul kitűzött 10. helyet a csapat teljesíteni tudja. Én is köszönöm a csapat nevében is.